Műsorunk támogatója a Hargita Népe. Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Székely Konyha. Gyergyó Szent Miklóson fogunk készíteni egy finom mennisort a Lázár Panzióban. Itt áll mellettem Lázár Magdolna, tulajdonos, és ő fogja elkészíteni a levest és a desszertet, ugye, úgy egyeztünk, és a szakácsnő fogja elkészíteni az Impex szeletet. Limpex szeletet, igen. Jó, kedves Magdolna, először is miért vállalta, hogy elkészíti nekünk a levest, és milyen leves fog készíteni? Hát miért vállaltam? Gondoltam, hogy én is kerüljek be a Székely Konyhába, mert rendszeresen szoktam nézni, és ez egy megtiszteltetés is számomra. És a leves az pedig egy hagyományos marha húsból, készült húsleves, hurruttal ízesítve, tehát az azt jelenti, hogy hurrutos húsleves. Ez az örményeknél a divat a hurut, tehát azt úgy mondják, igen, hogy angadzsábor. Igen, ezt mutassuk is meg, mert hogy én is ritkán látok egyébként hurutot. Ez így néz ki a hurut. Egy picit térjünk ki a hurutra. Hogy készül, igen, mitől lesz zöld? Hát a hurutot végeredményben én nem csinálom, mert azért nagyon sok munka van benne. Megvan, hogy fele-fele arányban édes és savanyú tejet érleltetnek 10 napig, ami azt jelenti, minden nap meg kell keverni 10 napon keresztül, és 11. nap neki fognak főzni, abba tesznek egy bizonyos mennyiségű petrezselyem és cellerlap levelet is lehet tenni, szárítva, és ezt addig főzik, amíg olyan lesz a zálloga, mint mikor összemegy a tej. Mint a vajnak, úgy körülbelül, olyan megkeményedik? Hát, nem annyira, mert a vaj az zsírosabb. Tehát ez ilyen aludtej állapot. Mind az aludtej, tehéntúró, inkább mind a tehéntúró, mikor az aztán összefut, és annyira megsűrösödik, akkor zacskóba teszik, kicsepegtetik, azután pedig kiveszik, kiformálják, kupalakvá teszik, formálják, és ez, mikor nyers, akkor fehéres. Van egy, az örmények adták volt ki egy lapom, amiben jól látszik, hogy a hurut az fehér a tejtől, és mikor ilyen kupalakba felrakjuk, hagyjuk száradni, és még érlelődik, és akkor így megmarad, amit lehet tárolni, nem kell hűtőbe tenni, bent a kamrából, csak egy gézzel leterítve, ez évekig eláll. Évekig eláll, mert ez már, ebben semmi tartósítószer nincsen, és évekig eláll, és ez az, amit reszelünk aztán a levesbe. Mi már nekifogtunk, hogy készítsük, mert azért lassú tűzen kell ezt főzni, ahhoz, hogy szép, tiszta legyen a leve. Mennyi ideig főzik Magdolnáik a húslevest? Azért, mert látom, hogy nem is kuktába készítik, hanem lábosba. Már körülbelül 2 órája fő, tehát itt most már a hús megvan, nem sűrű a leve, itt ez a lényeg, hogy azért jól is mutasson ki, mint húsleves. És le kell szűrni, ugye? Persze, majd a végén leszűrjük. Leszűrjük, mikor most már kész van, akkor leszűrjük, mikor leszűrtük, akkor belereszeljük a hurutot, a huruttal még egyet lobbasszuk, és beletesszük a laskát. Én ilyen rombuszos laskát szoktam tenni, amely aránylag vékony és mutatós is, tehát az angadzsábor helyett. Lehet tenni bele bordáslaskát is, de evel valahogy az finomabb. Igen, evel jobban, az én családom evel jobban szereti. Az ízlésről ne vitatkozzunk, tehát tényleg ki ahogy szereti. Lehet változtatni. Végül is mindent lehet tenni bele, a lényeg az, hogy vékony, apró laska kerüljön bele. Jó, tehát most már kész van, most ki lehet már kész szűrni. Van, kiszűrjük. A lényeg az, hogy a szűrő is azért apró lyukú legyen, azért, hogy ami
ha még fennmaradt, az kifogja, és nem maradjon a levesbe, hogy szép tiszta legyen a levesnek a zálloga. És akkor ezt ették Magdolnáék gyerekkorukban? Mi nagyon sokat ettünk, mai napig is. A fiaim, az unokáim mind szeretik, mert ha a gyermeket kicsikorban megszoktatod, akkor nagykorban is fogja szeretni. Sőt, kívánni fogja, hogy ehesse a gyerekkori ízeket. Egy tányérba a hurutót megreszelem. Kavarjuk, ez így néz ki. Így is látszik, hogy picit teljes, de nem igen, annyira, igen, csak mert ugye. Hát tejből van. Ha megszagoljuk, akkor egy savanykás illata van. Nagyon finom. Hogyha, mert van olyan, mert nem mindenki egyformán készíti, és nem annyira savanyú, tehát ez attól is függ, hogy ki készíti. Persze. És akkor olyankor, hogyha savanykásabban akarunk, vagy azért, akkor egy fél citromot el szoktam vágni, lerakom az asztalra, aki akarja. Még egy picit savanyíthat rajta. És látom, hogy összefőzte, ez szükséges? Igen. Picit belefőjön az íze. Kicsit belefőjön az íze, és akkor aztán így most már így feljön a tetejére. Nagyon szép. Tehát most elkészült már ez a tálalás. Igen. A maska. Beletesszük a jó hideget. Hihetetlen finom illata van, de ez is olyan, hogy aki nem ismeri, az nem fogalma nincs, hogy milyen lehet. Igen, így van. Mert hogy a hurut az tényleg egy különlegesség mindenféle szempontból. És ezt lehet itt fogyasztani. És ezt itt lehet fogyasztani. Ugye? A Lázár Panzióban, Gyergyószent Miklóson. Bármikor az évnek, bármelyik szakában elegáns is, tehát nem csak otthoni ebédnek, hanem... Nem hétköznapi, hanem különleges ebédnek is lehet fogyasztani. Jó, köszönjük szépen, hogy megmutatta nekünk. Ugye Magdika ragaszkodott szintén egy hagyományos süteményhez, ami almás, és nem különleges. Igen, kertes házban lakunk, és így alma rengeteg van. Egy kavart tészta, amiben alma darabosan megy bele, és a kavart tészta alul pedig egy perger cukor ágyba tesszük az egészet. Úgyhogy sok a cukor, és ezért jó, ha kicsit az alma savanykásabb. Tehát egy 30 deka lisztet teszünk, van 25 deka cukor, igen, tojás, ezt, igen, három tojás, darab látom. Igen, ezt fordítva kellett volna tegyük. A cukrot belerakjuk a edénybe, a tojás sárgáját külön. Tehát ez is elég gyorsan elkészíthető, hogyha kavart tészta alakul, ugye? Igen. És szinte úgy van, hogy aztán pillanatok alatt meg is ették. Igen? Igen, a fiúk. Igen, ahol persze a ropogós rész, mert hát minden, ami friss, akkor finom. Mondjuk ez nem is jó, hogyha túl sokáig áll. Tehát akkor megkeményedik, gondolom, hát a cukor, igen, vagy a tészta megdermed. Na igen, már nem lesz annyira finom. Jó. Ebbe teszünk 5 kanál olajat, hát igen, egy ilyen vizes picskót, amelyikbe olajat teszünk, vizet teszünk. És ezt hol tanulta Magdika, ezt a receptet? Mondjam, hogy édesanyámtól. Az az igazság, hogy az én nagyanyámnak is volt valami kocsmája. Tehát azt jelenti, hogy... Örökölt. Tulajdonság a vendéglátás. Igen, itt a só. És itt Gyergyó környékén volt? Ugyanebben az épületben volt annak idején, hogyha honlapunkra felmennek a turisták, akkor rögtön észreveszik, hogy hát régi hagyomány van az, hogy
hogy itt vendéglátás zajlott, akkor a hely kötelez. És akkor igen, és az az igazság, hogy valahogy a génekben is már benne van. Tehát én hiszem és vallom, hogy egy szakmát csak úgy lehet igazán csinálni, hogyha van a, kicsit a génedben benned. De már az örmény húsleves is azért hús nekem és nekünk, mert édesapám felől van egy kicsi örmények, tehát örmény volt édesapám, így nagyanyám felől pedig volt egy kicsi vendéglátás is, édesanyámban nem volt, de viszont sok mindent tőle tanultam. Beletesszük a tojást, beletesszük az olajat, és egy kavartésztát készítünk bele, a külön felverjük a habot. Jó. És azt összevédítsük. Miután kikevertük a tojás sárgáját cukorral, utána belekerült 10, tettünk 5 kanál olajat, igen, keverés közben, illetve tettünk 10 kanál vizet, igen, belekerült a liszt, igen, citromhéj, illetve még a sütőpor. A sütőpor nem tettük bele, az itt van. Na, jó, hogy csak mondd, hogy bocsa fel, jó, igen, tehát akkor a sütőpor az most kerül bele, és annyi víz, hogy folyékony legyen a tészta. Hát igen, könnyebb, egy pici vizet öntök azért, hogy könnyebben. Jó, és ebben még bele fog kerülni a tojásfehérje. A tojásfehérje, igen. Mielőtt a tojásfehérjét beletenném, igen, megkaramellizálok egy csészet cukrot. Jó, segítek. Az az edény, amelyiknek födője van, nem? Ebbe. Azért, hogy ne füstöljön, jó, födőt szoktam rárakni. Jó. Tehát ez fog a tepsi aljára kerülni, kerül, ha minden igaz. Egy bögre cukrot. Egy bögre cukor, igen. Egy. Jó. Most azt hagyjuk, hogy befödöm, hogy karamellizálódjon. Felverjük a tojásfehérjét. A tojásfehérjébe is szoktam én egy pici sót, tenni. Miért? Ízletesebb legyen, keményebb legyen. Mondjam azt, ezt is még így tanultam. Így tanultam. Igen. Na, az így meg jó kemény lett. Akkor ebben szoktam így egyet. Igen, mert azt mondják, az a lényege, hogy ha nem, azért ne verődjön, ha már külön tehát, csináljuk, ne akkor össze, ne törjön össze, igen. Nagyon jó lesz az állaga, nagyon szép. Lássuk a cukor, az. Kész van? Ez annyira megkaramellizálódott, azt ide még egy perc pillanatra felrakjuk. Vesszük a, mondja megint a régi, nagyanyám féle módszer, tálcáját, ezt igen, jól így be. Ahhoz, hogy ki tudjuk borítani, mert ki fog kelleni borítani, igen, ahhoz jól be kell kenni margarinnal, látom margarin. Margarint, igen, ráma margarint szoktam én használni, vagy pedig lehet olajat is, csak az olajjal az a baj, hogyha nem elég magas a tálcának a magassága, akkor kifut, csak a füstöl. Akkor ezek ilyen gyerekkori ízek, Magdika, ugye? Ezt, igen. Ezt nem is tudom most már. De jó. Anyósomtól vagy édesanyámtól örököltem, de fiatal asszony parom óta ezt csinálok. Tehát az almát az azért le kell hántani. Lehámozunk. Igen. Magtalanítsuk. Kivesszük a magot belőle, és egy kicsit elhelyezzük, hogy mindenhova jusson alma. El kellett cukrozni? Valamit kell csinálni az almát? Semmit. Nem, semmit. Nem kell jó cukrozni. Akkor most rátöltjük a masszát. Ezt berakjuk a lerbe, és hány percig szoktasz? Hát egy olyan
általában minden kavart tésztát 25 perc után igen. szabad megnézni. Tehát egy a 30-35 perc alatt kész kell legyen. Jó, tehát és hány fokon körülbelül? 180 fokon. Igen, úgy általában 180 fokon. Jó. És akkor majd kiborítsuk, és akkor tovább fogjuk mutatni, hogy hogy is néz ki az almás tésztának az alja. Jól van. Fodor Ilonával fogjuk elkészíteni a főételt. Kedves Ilonka, mi lesz a főétel? A főétel egy limpeng szelet lesz, natúr petrezsenyves krumplival, ami csirkemellből készül. Vágunk egy szép szelet csirkemellet. Tudom, hogy szép nagy. Igen, hát ez most ugye a saját részre nagyobb, a vendégnek megvan a recept szerinti persze, az adag. Ezt fűszerezzük, egy nagyon picit, most mondhatom, hogy potyoljuk, vagy klafoljuk, igen, ahogy ki, önök óhatják. Sózzuk, borsózzuk. Jó, tehát ez hasonlít a párizsi szelethez, igen? Igen, ez hasonlít, teljesen. Jó. Az alap, igen, ez készen van. Tehát oda tesszük közbe a serpenyőbe az olajat, jó forró kell legyen, igen. Ne ragadjon bele. Azt hiszem, hogy én egy kicsit rá is engedek még. Ezzel belemártjuk fehér lisztbe. Mindkét oldalát, egy picit megnyomkodjuk, hogy ragadjon is rá. Közben elkészítettünk egy ilyen tojásos bevonót habarást, ami tojásból és kevés lisztből, tehát nem kell, mert akkor sok liszt, mert ha nem, akkor egy ilyen híg, palacsintaszerű állaga lesz, tehát minél, és ásványvizet. Igen. Fűszert, és akkor utána ezt a húst bepanírozzuk. Hát panírozzuk, vártjuk bele. Jó, ez csak csirkemellből készül, vagy sertésből is szoktak? Hát szerintem sertésből is lehet készíteni, fehér karajból, vagy sertésbélszínből, nyakasból nem, mert az ugye teljesen más a igen, az állaga. Az állaga. Igen. Ezt így jól bele. És mégsem bécsi szelet, hanem valamiért egy picivel másabb lesz, mindjárt látják a igen, nézők is a tálalásnál. Igen. Megnézzük az olajat egy picit, hogy lássuk mennyire. Ez uh-huh. már is jó. És akkor beletesszük a serpenyőbe. És már is mehet bele. Pici. És ezt mindig frissen el lehet készíteni igen, a vendégek hát ez számára. Mindig jó. Frissen. Készül a natur krumpli, igen, ugye? A natur krumpli, igen. Szelet mellé. Közben még ez elolvad, addig el kicsit díszítünk egy pányét. A limpeng szelet mellé mindig narancs szeletet szoktunk tálalni, uh-huh. mivel paníros is, és a hússa is, meg a... Picit savanykás ízben van. Igen, az, és mellé... aki úgy óhatja, elfogyaszta, mert ugye általában ezekre a húsokra, vagy citromszelet jár, vagy... Picit beleforgatjuk. Nem túl, hogy ne törjük össze. Igen, elkészült a natur krumplink is, megszórjuk is kis zöld petrezselyemmel. A petrezselyem játssza a főszerepet a mai igen, főzésben, mert igen, hogy benne van a hurutban is, és igen, benne lesz a igen, főételben egészséges is. Egészséges is, nagyon. Mindenki bátran fogyaszthassa a petrezselymet. Ezt most ennél szebbet csináltunk. Igen. Akkor most rátesszük a hússzeletet, amit megkenünk egy fokhagymás szószal, ami úgy készül, hogy összezúzzuk a fokhagymát, tejfölt, és egy nagyon pici majonézet,
házi készítésűt és fűszert teszünk bele. Ezt jól összetúrmixoljuk. Ezzel bekenjük a hússzeletünket. Jó. Nem túlzásba azért. Éppen ártani nem árt. Nem, hát ez is. Tejfő. Egy egészséges. Igen, jó. Nem árt. Így szépen. És ezzel mindenkinek jó étvágyat kívánunk, elkészült a limpek szeletünk. És még a hússal teszünk egy kis narancs szeletet. Nézőink, most Lázár Lászlóval, a Lázár Panzió ügyvezető igazgatójával beszélgetek, és megkérdezném, hogy hogy is indult a panzió, a kezdetekről mesél nekünk egy keveset. Üdvözlöm a tévénézőket. Hát valójában a történet egy picit visszanyúlik, mert az 1930-as években Kastal Miklós működtetett itt egy családi panziót. Továbbiakban az 1968-as évben nagyszüleink egy évig tudtak működtetni egy családias vendéglőt, egy családi vendéglőt, amit utána ugye a kormány bezáratott. És a mi családunk az 1991-ben, a rendszerváltás után fogott neki újra a idézőjelben a vendéglátásnak, mert annak abban az időben egy kis kávézóval indultunk, egy 5-asztalos kávézó. Te család... emlékszel erre? Bocsáss meg, persze, emlékszel, igen? Igen, 9-es voltam akkor, a család, mi is részt kivettük a munkából a részünket természetesen, és az akkor megkeresett jövedelmet, azt mind visszafektettük. A 2000-ben sikerült bővítsük annyira, hogy ebből az egy légterű kávézóból sikerült két légterűt csinálni, majd mellé toltuk a mostani kávézó részt, és így gyarapodva 2001-ben fogtunk neki a panzió, mert arra gondoltunk, hogy ugye a vendéglátáshoz tartozik a panziózás is, és ez így egyben tud egy egység lenni. 2006-ra sikerült a panziót odáig fejlesztjük, hogy megkaptuk az engedélyt a minisztériumtól, hogy 3 csillagos panziót sikerült összedolgozzunk 15 év alatt. Próbáljuk tartani az otthonos házias ízeket, ugye van egy édesanyám vonalán örmény vonal jön, és nagyon sokat használjuk az otthoni konyhában az örmény ízeket. Itt akár beszéljünk a hurutól, vagy a tárkonyról, vagy tehát azok a jellezetes ételek, amit az örmények használtak annak idején. Próbáljuk belokni az étlapba is. Az emberek egy picit idegenkednek tőle, de természetesen ajánljuk, és hogyha valaki kap az újra, akkor mindenképp meg vannak elégedve, el vannak csodálkozva, hogy milyen ízkombinációknak tudnak kijönni. A panziókról annyit, hogy egy 15 szobás panziónk van, amelyik minimum 30 személy, de hogyha többre van igény, akkor tudjuk potályozni természetesen. És a vendéglő, meg a kávézó része az egy 50-100 fős kisebb rendezvényekig tudunk megcsinálni. Van egy nyári kertünk természetesen, amelyik próbálunk családbaráttá tenni, tehát egy gyerekeknek is játszóteret próbáltunk kialakítani, amit használnak is nagy szeretettel. Talán rólunk még annyit, hogy van ugye egy öcsém is, aki nagyon sokat segített ebben az elmúlt 25 évben. Nyilván most neki más munkahelye van, nem tud annyira pont benne lenni ebbe a fajta munkába, de ő is kiveszi a részét háttérből, úgyhogy egy családias vállalkozást vezetünk. Nincs főnök, mindenki végzi a munkáját, ki mikor, hova kell, ott segít. Ez lehet konyha, vagy lehet bármi. Elkészült a sütemény, egészségükre. Köszönjük szépen, köszönjük szépen. Én meg is kóstolom.
Ez gyönyörű. Egy kicsit kiveszek. Te már ismered az ízét, de gondolom, hogy neked ez már nem újdonság. Isteni lágy a tésztája, házias, otthonias ízek. Én csak gratulálni tudok ehhez a panzióhoz. Kedves nézőink, ez volt a Székely Konyha mára. Gyergyó Szent Miklóson jártunk a Lázár panzióban. Hogyha tehetik, kérem tartsanak a továbbiakban is velünk. Minden jót, viszontlátásra! Viszontlátásra!